Hazánkban 2017. júniusában összesen 3261 kereskedelmi szálláshely működött, 1,2%-kal több az előző év azonos időpontjához képest. A 91.000 kiadható szoba kétharmada szállodában állt rendelkezésre. A férőhelyek száma megközelítette a 307.000-et, ami 3,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A belföldi vendégek idén júniusban körülbelül 1,5 millió vendégészakát töltöttek el, míg a külföldiek közül ez a szám 1,4 millió volt. Mindkét adat jelentősen több, mint egy évvel korábban, közölte a KSH június havi gyors jelentésében. 2017. júniusban a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 16, a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 9%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest. A kereskedelmi szálláshelyek forgalma tehát dinamikusan nőtt. A szálláshelyek folyóáron számolt bruttó árbevétele 22%-kal emelkedett. Ez azt jelenti, hogy a bevételek a vendégforgalomnál is dinamikusabban emelkedtek. A júniusban a szállodák szobakihasználtsága szintén javult, 64%-ra nőtt, ami 6,2% pontos növekedést jelent 2016. júniushoz képest. A belföldi vendégek körében továbbra is népszerű a Széchenyi pihenőkártya. Ezzel a fizetőeszközzel a kártyatulajdonosok tavalyhoz képest 27%-kal többet, 1,9 milliárd forintot költöttek. A kereskedelmi szálláshelyek közül egyébként 2257 egységnél volt lehetőségük a vendégeknek szép kártyával fizetni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szálláshelyek is jól teljesítettek. Bevételeik az első 6 hónapjában 6%-kal 1,8 milliárd forintra nőttek, aminek közel fele a szállásdíj bevételekből származott. További jó hír, hogy idén a szálláshely bevételek mellett a vendégforgalom is dinamikusan emelkedett 2016-hoz képest. Az év első felében több mint 68 ezer vendég érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi szálláshelyekre. Ez azt jelenti, hogy a vendégek száma 8%-kal növekedett. A vendégek 7%-kal több éjszakát töltöttek el a szálláshelyeken. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vendégforgalom jellemző, hogy a vendégek több mint háromnegyede belföldi, és mindössze egynegyede külföldi. A vendégészakák számában megfigyelhető, hogy a belföldi vendégek 10%-kal több éjszakát töltöttek el ebben az időszakban. A KSH adatai szerint a külföldi vendégek egyharmada Romániából érkezett megyénkbe, és ezen kívül jelentős küldőország volt Németország, Szlovákia és Ukrajna. Ezekből az országokból körülbelül a vendégforgalom összesen háromtizede érkezett.